Gyors beköszönés, aztán mondom, hogy mi a frankó, mit fogunk ma csinálni. Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívás és videósorozat következő részével, ami nem más, mint azt hiszem, hogy az 53. És vasárnap reggel van, hogyha minden jól megy, már itt a képen jól tervezik körülbelül a videókat. Egész jól sikerül logisztikáznom újabban a videókat is, már mert tök jól csináljuk. Na, figyeljetek, álljál meg, egy csomó tippet adtatok, amit mindjárt át fogunk egy kicsit silabizálni. Silabizálás azt használjátok? Ti arra fele? Pont Fenike haverom múltkor mondta, hogy így sorolta azokat a szavakat, amiket mi például itt Zalában használunk, azt egy röhögött rajta, hogy ezeket tényleg használjátok? Például a köped. A köpedet, hogy használod-e azt, hogy köped? Hát mondom igen. Meg a checkmate. Tényleg van olyan, hogy checkmate? Hát mondom, hogy ne lenne. Meg még egy csomó minden ilyesmi. Ha gyorsan lehúzom ezt a felét oda-vissza kétszer, aztán akkor indíthassuk a gépeket. Merkel! Írtátok, hogy valami 15 méteres vetőt miért nem az vettem meg, mert inkább akkor azzal jobban megértük volna a dolgokat, de mindjárt meg fogja nézni a keeper, hogy ez mégis hogyan néz ki. Várjátok, gyorsan le kell húznom, aztán indítom a gépi munkást, aztán már csináljuk is a dolgokat ezerre. A mai részben mindenképp egy aratást meg kellene csinálni. Ja, a gameplayen kívül beortam megint a boxokat, ugye a tojásos raklapokat, semmi más nem csináltam. De azokat beortam, gondoltam, hát a keeper akkor valamit dolgozzon gameplayen kívül is. Egyébként azt azért csinálom meg mindig, mert az azért egy eléggé monitor dolog, meg igazából gondolom nem akarjátok minden második rész elején azt látni, hogy a tojásokat a keeper behordja. Aztán így akkor tök jól meg tudom csinálni. Na, ezt lehúzom oda-vissza kétszer, aztán akkor mehet is már a dolog. Ott vannak ilyen elhagyott kis részek, Ed le fog érte cseszni, de azt... Hát jó van, oké, Ed. Akkor lehúzom még azokat. Múltkor lecseszett érte, hogy ilyen kicsi helyeket ne, nem húzol le, miért nem csinálod meg, mert igazából akkor meg izé van. Itt lehetne egy volna azért, ha összeadod, nem kevés gabona. Gabona? Úgyhogy lehet, hogy igaza van egyébként. Azért lehúzom. Bár ugye ilyenkor azért egész szélességben, ha vetővető, akkor lehet, hogy többet elfazérlünk, mint amennyi begyűjt. Na mindegy, nem számít, először fogjuk ezután majd megcsinálni. Azért ezzel a vetővel azért lehet szélességet csinálni, nem? Ha megnézem, milyen 15 méteresről beszélt a tag, aki írta ezeket a dolgokat. Egyébként mai nap folyamán, tehát vasárnap ki fog kerülni a rajzpályázatos videó, már megcsináltam vagy egy hetet, csak úgy valahogy nem tetszett, ilyen nyomott hangulatban sikerült megcsinálnom. Aztán emiatt úgy döntöttem, hogy nem rakom ki, de már csomóan várjátok, úgyhogy kirakom, vagy pedig újra veszem. Olyan izé, így nézegettem a rajzokat, arról szól a videó, aztán olyan kis izé voltam, olyan kis ágrószazat kisberém stílusban nyomtam, tudjátok, hogy mi az nem. Jó, hát akkor lehet, hogy ezt csak én tudom. Egyébként képzeljétek az előző részhez, nem az előző, két résszel ezelőtti részhez, még a FSH Moringos csapat YouTube csatornája, hivatalos csatornája is, aki csinálta, az is hozzáért, nem gondoltam volna, hogy ők is nézik. Egyébként, mindjárt mondom, hogy milyen kontextusba írtak hozzá, viszont remélem, hogy pont lehúzza. Nem! Állj! Úgy utálom, ott hagyja. Mindjárt mondom, milyen kontextusba, ugye a marhatelepes részt, ahol a bunkersírók vannak gyárilag, ugye azt ahhoz írt, hogy az ugye az igen, az egy ilyen előre megtervezett, ilyen állattartásra elkészített csodálatos hely lenne, hogyha a keeper ugye nem törölte volna kapásból a legelején ott a dolgokat. Ugye én azért töröltem, hozzáteszem, az igen, az egy tök jó megtervezett rész, tudjátok, ott a mapon mindjárt megmutatom, hogy jól. Ez. Egyébként ez egy nagyon jó megtervezett rész, tényleg autentikus, meg írta is a srác, hogy az egy valódi TS-telep akar lenni. De én azért töröltem, mert ugye azt akartam, hogy tényleg a nulláról kezdjem, úgyhogy bocs érte. Na, menjen a 2 kiló másikat, azt teljesen indítom, mert fölösleges. Szerintem 3 vető erre a földre már, amire kihozom, arra leveti a 2 kilovec. Úgyhogy ez így fog működni. Gyerekek, egyébként ezek a vetők nekem nagyon tetszenek. Az az durva, hogy ilyen nagyon megosztottak a vélemények, amikor megvettem ezeket a modern vetőket. Valaki írta, hogy jaj, no, jó van, erről volt szó, ennyi volt. A retro gépekről volt szó, és akkor mégis most ilyen új vetőt vették. De nem retro gépekről volt szó, ez egyáltalán nem is volt a sorozatban, hanem az volt ugye, hogy később fejlődni fogunk, tehát retro gépekkel kezdjük természetesen, de ugye később lesz fejlesztés természetesen, mert ugye precíziós
mezőgazdaságot kell életbe léptetni, hogyha akarunk itt egyről a kettőre jutni. Az ott nem egy olyan bokor, amit ki kell várni. Ja, úgyhogy a map az hibátlan, szóval nem a mapot akartam bántani én azzal, de ez szerintem az én kivágható, ez kis csapja ki. Nem a mapot akartam bántani azzal, ugye, hogy ott van az, tudom, hogy én töröltem egyébként, ott van ilyen áttartásnak kihelyezett rész, de ugye Kipr az általában olyan hülye, hogy egyből nekiáll más csinálni. Várjátok, gyerekek, meg akarom nézni, milyen betőről beszélt a srác. Elvileg valami 15 méteres bető, miért nem azt vettem meg, arra vagyok kíváncsi, hogy az melyik. 15 méteres. Hű, bazol. És 260 lóerő kell neki. Oh! Aha, ő neki meg mennyi kellett? 200. És 270 kell neki is, meg neki is. De akkor mi? Várjál, de ennek kell az Agrosz 1100, nem? Amelyik egy ilyen, nem egy ilyen tartály valami csoda? Hol van az? Van, amit tesszük minden. Mi a szart ír ide, hogy akkó 1100? Ez mi? Hogy azzal úgy kellene kompatibilisé tenni? Mi a szar az? Ezt nem látom, vagy mi van? Én vagyok... Várjunk, nézzük meg az izéket. Milyen... Várjál. Nem értem, hogy az mivel akarja, hogy azzal összekapcsolja. Mi az Acco 1100? Megnézzük a márkákat. Acco 1100. Ja, figyelj, ez... Ja, az, hogy kell rá egy súly, ennyi baj. Azzal autentikus, hogy miért? Igazából nem biztos, hogy kell, csak azzal autentikus, ugye? Mondjuk oda nézzetek, ott volt egy ilyen nagy vető. És az mennyibe került? Álljál meg. Pillanat, srácok, megnézek. És a srácok még a végén tök igaza lett. Mondjuk ez egy kicsit drágább dolog, ugye? Azt nem vágom, hogy ebben mi a különbség a kettő között. Úristen, mekkora vetőgép, baze. 14,4 méter. Hát akkor gyerekek, lehet, hogy fogunk cserélni. Igaz, dupla annyiba kerül, de ugye dupla annyit húz. Hát ja. Úgyhogy ez tök jó. Igazatok van gyerekek. Köszönöm szépen. Az ilyen tippekre nagyon szüksége van a képernek, mert látjátok, hogy hülyeséget csinál. De mit kellene most csinálnunk ahhoz, hogy ugye működjön a gazdaság? Először is meg kell nézni a térképet. Mert... ezt meg ezt kapcsoljuk, ez kár, hogy nem marad úgy. Mert ugye le kellene egyszer műtrágyázni, mert sajnos ez a műtrágyázás ez nem annyira van frankó helyzetbe. Mivel ugye most, hogy egy ilyen vetőgépet használunk, ami egyből beleküldi, így előtte nem tudom megcsinálni a műtrágyázást. Úgyhogy ez most... haladjunk gyorsan, azt le kéne műtrágyázni, bele kell pörgetni az időbe, aztán mehet is ám az aratás, nem tükölünk gyerekek. Most már három kombájnunk van, ugye a klassz dominátort megkaptuk. Be fogok rakni nagyobb modokat, ugye írtátok, hát ugye kellene még több mod. Be fogok rakni nagyobb kombáj modokat is, például a, nem is tudom, a Serion pakot, ugye. Jó mondom, a Lexion, ugye a traktor, a Serion meg a kombáj. Úgyhogy természetesen itt még fog fejlődni a dolog. Hát szegény Rába az így számkivetett lett, most, hogy más gépeink kerültek előtérbe, hát de ez van. Egyébként ez meg mi történt ezzel? Oda néző, hallod? Ledobta magáról a hordót. Nyépa, járjál meg oda. Erről beszéltem egyébként, hogy... Érdekes, mi történik? Jó, oké. Okay. Ja, ledobta magáról a hordót. Ja, írtátok, hogy egyébként lehetne egy olyan pótkocsi, mint csak mondjuk üzemanyagval, azt húzhatnám, és akkor az jobb lenne. Hát ezeket mind igen, fogjuk csinálni, de a mai részben ez mindenképp egy ilyen vetés. Nem figyeljetek, ezt lehet, hogy le is szórom én. De mondjuk most le tudom szórni, ezt most így be fogja venni a föld. Úgyhogy ez jó lenne tudni, mert akkor a képet úgy csinálna ezután. Ugye megnézzük ám, srácok, ez nem tart sem eddig se. Ez lehet, hogy most nem, ugye? Nem, aha. Kell várnom egy izőt.
kell várnom, akkor mindenképp. Ezután úgy kell, akkor mindenképp azt kell csinálnom, hogy először kezdünk azzal, egy növekedési stádiumban leszórjuk még egyet, meg akkor viszont kell nekem egy gyomos, gyomírtós. Akkor a steget lehet, hogy berakom gyomírtani. Ugye hozom is magammal. Az meg ott a másik végén kezdheti, mert ugye az egészet azt le kell húzni bele. De jó, eltalálom, hol vannak a gépeink, gyerekek. A Tészel 50 K az meg viheti be a másik, az utolsó vetőt. Na, tök jó pörgünk, oké. Okay. Kb. 10 perc telt el a videóból, mindenképp egy aratás. Figyeljetek, az a nagy durva, hogy mivel nagyobb gépeket, ugye gyorsabb gépeket, szélesebb munkaszélességű, nagyobb munkaszélességű gépeket használunk, így sokkal gyorsabban fogunk haladni. Gyakorlatilag a vetéstől az aratásig el tudunk jutni egy részen belül, pedig már háromszor akkora földünk van, mint nem csak háromszor, tízszer akkora földünk van, mint a legelején, és ott egy csomót kellett szerakodnom, és most meg tök jól működnek a dolgok. Na, akkor vigyük a izét, vigyük a PR-metezőt, satúfék, ebben a részben ugye nincs sorskártya, ne felejtsük el, hogy ugye uzsorásnak tartozunk. Írta valaki egyébként, a nevekkel nem a rilámban állok, hogy jó lenne egy olyan sorskártya, hogy beraknám ilyenkor, hát ha esetleg kihúzom azt, de hát az egy nagyon kicsi esély van rá, hogy egyébként megyek megtölteni, ne ijedjetek, mert nem bolondultam meg. Mondjuk az ifába ide is jöhetnék. Jó, nem jövök ide, mert ott is szükség van rá. Egy ilyen központi helyre kellene az ifát elhelyezni. Egyébként lehetne egy a föld szélén egy ilyen sheltert is lerakhatnék, és akkor ott lennének ezek a különböző anyagok. Például ugye a műtrágya, meg ezek. De oda nézzetek, milyen gyorsan, ide kultiválunk most. Dolgoznak azok? Úgy látom, hogy igen, ugye? Nehogy belekeveredjenek, gyorsan rájuk. Nem, jó, nem bekeverednek bele. Nagyon gyorsan, azért ekkora vetőkkel már lehet dolgozni, hát esetleg tudom képzelni, hogy 15 méteresre ilyen gyorsan tudnánk. Oké, srácok, na töltsed még, az egyik ibicét adtál el. Csesződött. Ismerősöm rövök mindig azon, hogy néha olyan hülyén mondom a dolgokat, például a passzátot, nem passzátnak mondom, hogy passzát. Mindig úgy mondom, hogy passzát. Láttam, hogy olyan szép passzátot, gyerekek. Ja, meg az, amit mit akartam mondani? Meg a csullankodás, oda rögött a haver, hogy csullankodni. Meg a csullankodás, meg a checkmet, hogy azokat a szavakat őt nem ismerik. Mondom, hát olyan, hogy lehet? Mondom, checkmet, akkor mit mondtok a helyette? Checkmet helyett. Mert egyébként az alainak biztos nagyon rövely, hogy ezeket a szavakat itt felhozom, mert hát ő neki természetes, de hát egy, lehet az ország többi részén lévő meg olyan rövely, hogy mi az a checkmet. A checkmet egyébként az a Ferika velem azt mondta, hogy feléljük bozót. Azt mondtam neki, hogy a bozót az nem ott van, hanem a lányoknak a lába közén esetleg. Ja, oké. Okay. Ez ide itt fog leledzeni, és egyelőre megállítjuk. Megnézzük a gépeket, amik ugye nyomják a... Na. Hát de pont nem fogja lehúzni. De jó lett volna pedig, várja. Akkor nézni, ha nem, pont nem fogja lehúzni. Úgyhogy a kirót kiveszem, mondta ez a a kirót kiveszem, de hülye vagyok, hát a kirovec ez minden egyik kirovec. Na, vigyük be a vetőket, na most egyelőre nincs szükség, meg is tölthetném őkelméket. Na, egyelőre nem. Figyelj, egyébként 60% ment le. Szóval ők fura meg vannak töltve, szerintem 3 darab bőven megteszi ezt a földet, megcsinálja. Az meg ott visszafordul az utolsó kirovec, azt elvileg akkor jó lesz. Visszafordul az utcsó kirovec, akkor jó lesz, belepörgetünk, akkor le kell gyomiltani, ez a tábla, ez a kriptorit tábla, ez itt mindig. Jó, hát, jó, igen, igen. Egyébként milyen kicsi helyen fér el ez a vető, gyerek? Kisebb helyen elfér, mint egy, vagy egy akkora helyen elfér, mint egy 3 méteres vető. Ez is mennyire kellemes kis, hogy így szépen ide behelyezett. Gyorsan, most hova? A traktorokat át fogom ide hozni, mert egyre több időnk van, kombányunk. Úgyhogy hozzuk át ide a traktorokat. Jó, gyerekek? Oké, álljál meg szépen. Megnézzük, ő mit csinál. Dolgozik ő? Aha, csinálja az utolsó sor. Tökéletes. Akkor... amit kellene csinálnunk, hát egy kicsit rendet kéne rakni. A T150K-t azt el kéne onnan csummantani. Mondom, a T150K-t. Egyébként tök szép ez a mod. Nagyon jó, nem? Ez egy frankó mod. Gyorsan indul, oda néz. Hogy ne. Ezt is összecsukjuk, ezt is bevisszük. Ne legyen ki, fölöslegesen.
Oké, okay. Összecsukás. Egyébként ez a legdinamikusabb. Indulni ezzel lehet leg... Jújjúj. Indulni ezzel lehet legdinamikusabban ezzel a géppel. 33, 35, ebből alig fogyott, ugye ezt kivettük elég gyorsan. A kriptonit táblára vigyázzunk. Yes! Ezzel is betesszük a vetőt. Meg ugye közben szerintem a másik kirovecük, az új kirovec, a piros, a vörös ördög. A vörös ördög is végez. Ezt oda jó el, és akkor közé még rakunk egy vetőt. Oké, oké, G-segítő befejezte a munkát, gyerekek, ennél gyorsabban nem is végezhettünk volna, vagy ennél jobban nem is időzíthettünk volna. Amikor már ezzel bejárok, már pörgetem az időt, nem sokkal, csak 120-szal. Tyúkoknak van kaja, van raklap, úgyhogy ezek jó, hogy megvannak, ezt vigyük le, mert leviszem átlóba. Azért a 400 ló az 400 ló. Tehát nyilván tudunk menni már ilyen. Nyíki, nyíki, barátom. Itt valami fönforgás történt. És a kő miatt valószínűleg, ugye? Mert ez mondjuk lehet, hogy később fog beérni egy icipicivel. Gyerekek, minden izére szükségünk van. Minden zsák búzára. Megy búzára? Francra? Most babra jobban mondva. Nem, most babra, figyeljetek, szokták mondani, nem babra megy a játék, hát most arra megy, jó? Lol. Oké. Okay. Azért ez már egész kis baráti terület. Ja, és meg kéne próbálnunk, ha nem is ma, majd nem is ebben a részben, hanem a mai részben, a másodikba megvenni a területet, a következőt. Hogy egy kicsit így tényleg jó, gyorsan haladjunk már. Kirovec, a fordulsz, tökéletes. Behelyezem a kettő közé, remélem sikerülni fog. Siker. Úgy, most arra egy kicsit a seggét. Úgy. Gyerekek, egyre jobban megy a tolatgatás is. Oké. Okay. Na, nem kellenek most kinn a traktorok egyelőre. Viszont ugye egyből... Baze, ahogy aratunk, már egyből vethetünk ki is. Mivel most ugye már nem kell kultiválnunk, meg nem kell szalmát szedni. Úgyhogy viszont nincs csak itt, már elakulnak a dolgok, de még ugye nem gyomos. Úgyhogy amíg nem gyomos, addig annyit csinálunk. De most már gyomos, ugye? Gyomos, oké. Okay. Meg is állítom egy picit az időt, nem belepörgetünk, hanem megállítom. Indítunk, várjátok, lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy keresztbe húzza le, és akkor úgy kezdjük, jó? Úgy kezdjük, gyerekek, ott megfordul vissza, és akkor fogjuk csinálni azt, hogy fölfele megindítja a keeper. Oké, okay. MTZ. Azért nagyon bele vagyunk kizéve pörögve. MTZ. Ezt egy kicsit odébb kéne vinni. Ezt a részét ugye le kellene szórni. Jó, csináld csak. Igen, ezt is a végét le kell volna szórni, de majd azt leszórjuk. Oké, okay, gyerekek, tökéletes. Úgy érzem, tökéletes. Gyomos mind az állat. A megtrágyázottsága ugye most már jó lesz. Azt lehúzzuk, gyomírtás történik. Nagyon jó, tök jó, nagyon jó haladunk szerintem. Nincsen kint felesleges gép? Nincs kint felesleges gép, hát mondjuk azt az ifát ezt elvihetném, nem mert erre nincs szükségünk. Van egy csomó búzánk, ezt elvihetném addig a csirketelepre, hogy legyen nekik mindenképpen. Tudjunk kiordani végszükség esetén, de a rábát aztán vissza kéne fordítani. Gyerekek, kicsit ilyen extrém durván nyomjuk most már dolgokat. Jú, mekkora a föld, még mindig nem ért a végére a rába. De durva? Na jó, beleugrok, aztán mindjárt fordítom én meg. Mondjuk megfordítani nem, meg tudna ő is megfordulni. Jó, akkor vigyük a csirketelepre a
Vigyük egy csirketelepre a gabonát, és akkor lesz végszükség. Oda nézzetek, gyerekek, mekkora tábla. Pár része, 50 része ezelőtt még álmodtunk ilyenekről, most meg már itt vagyunk. Egyébként jó, ezt az ifát nem adom, mert rettent több pörgős kis masira. Igaz, hogy sokkal többet, kétszer ennyit tud vinni ugye a kabasz, de ezzel viszont extrém gyorsan tudsz pörögni így a szántóföldön meg mindenhol. Hát majd veszünk nagyobbakat, csak egyelőre most a földet akarom. Egyébként nagyon írjátok, hogy ne nagyon fogjak bele én a marha tenyésztésbe, mert extrém bonyolult, meg még ráadásul. Nagyon sokat lehet vele szívni, úgyhogy hagyjam el, engedjem el, hanem inkább birkát, meg mit tudom én. De annyira nem tudom, én vágyom rá, hogy ezt csináljam. Igazából szeretem a kihívást, meg szeretek szívni. Látjátok, hoztam ide raklapot bőven, hogy legyen. Oké. Okay. FSH Moringos srácok biztos nézik, hogy szétcsesztem azt a mapot. Mármint ugye horribilis mennyiségű csirkét ide leraktam, meg ilyeneket. Én szeretem az ilyen költői szabadságot, úgymond a... hogy bárhova bármit. Jó, ez a vissza is megyek már mindenkire. Itt is van raklap bőven, hoztam ide egyébként. Sajnos ugye, hát nem sajnos, hanem ezt tényleg manuálba kell megoldanom, úgyhogy ahogy... Így várjatok gyerekek, hol megy? Jó, oké. Okay. Jók vagyunk, várjál. Ezt beugrunk ebbe a járműbe, és azt megcsinálom bele. Hogy? Lehúzom a szélét én. Várjatok, van egy kis gond. Azzal is baj lesz ott. Ezt meg akarom indítani fölfele most. Ha kiérünk vele, és akkor induljon meg fölfele, és akkor ugye itt már teljesen hibátlanul le fogja gyomírtózni az egészet, akkor már a Steigerre nincsen gondom. Azt is keresztbe lehúzom a műtrágyázóval. Hány meg, barátom? Én behelyezlek, jó? Így. És akkor fölle már mászkálsz, most már jó lesz neked. Hidd el, hogy jó lesz. Ez meg tényleg olyan az a Steiger, hogy mint hogyha a Godzilla szarta volna teli. Oké. Okay. Elindítom egy kicsit, hogy azért tudja a dolgát. Aztán nyomok neki egy hát. Csinálhatod is, barátom. Oké. Okay. MTZ. Egyébként tényleg a tabolás, gyerekek, egy idő után el kell felejtened. Mármint nem tudsz tabolni, úgyhogy sok a géped, sokkal jobb, szóval mindenkinek nagyon ajánlom, hogy a mapon váltson a gépek között. Esetleg ha két gép között váltasz, tab meg shift tab, ugye az jó tud lenni, de szerintem ez mindenképpen jobb. Na várjátok, meddig volt ez a föld? Meddig volt ez a föld? Na ugye, azt nagyon már nem tudjuk. Először ugye most azt kell csinálnom, hogy... Rá kéne nézni a térképre, még odébb. Aha, tudom meddig ott látni a... ugye a köves rész még ehhez tartozott. És kb. Eddig. Aha. Oké. Okay. Meg is kellene tölteni akkor, és akkor megindítom fölfele frankon. Maximális hozamot hozzuk le, ugye most arra törekedünk. A babbal. Hogy tényleg a nyél hozamot, amit csak bírunk, azt hozzuk le. Oké, gyerekek. Milyen jó az ifa, mi? Akkor király, hogy ez itt van. Akkor ezt meg kell indítani most nagyon szépen ugyanott. Azt nézem, hogy hol voltunk benne. Ja, odébb. Már lehúzta. Kb. Itt. Látjátok, a elszíneződés kell ilyenkor figyelni nagyon. Szuper! Nagyon jó gyerekek, akkor ezt lehúzza, ezt a részét, ő is dolgozik, mint az állat. Hát amire végez, arra le fog menni a nap, úgyhogy valamit kellene közben csinálni. Egyébként, ja, a permetező helikoptert meg tudnám venni, azt azért lehet, hogy élném a permetező helikoptert. Gyerekek, érdemes lenne a permetező helikoptert? Mondjuk ekkora földnél lehet, hogy érdemes lenne. Úristen, meg is tudnám venni, halljátok? Permetező helikopter? Szerintem mindenki, vedd meg! Lehet, hogy az kellene. Gondolkozunk, hogy mit akartunk még csinálni. Amit még akartam csinálni, visszahozom az ifát, jó? Permetező helikopter, az a baj, hogy ugye azt nekem kell mindenképp csinálni, nem tudok más csinálni.
Pedig nagyon szeretem, hogyha tudom menedzselni itt a dolgokat. Mint egy TSZ elnök, besegítve a munkába. Egyébként ugye földeket is tudnék már venni, hát most jó, most nem olyan nagy pénzünk van, de azért majd lesz. Nem sokára esik az eső, nem baj, még ugye úgy se aratunk. Na, a babocskát kellene nyílre megcsinálni. Addig rendben rakom a telepet, vagy megtöltöm a, lehet, hogy megtöltöm a vetőket, hogy ugye instant, hát ez nagyon jó helyen az, barátom. Instant tudjak dolgozni, hogyha elkezdünk karatni. Oké, srácok, akkor lehet, hogy behozom az ifát. Úgy gyerekek, azért van pörgés, nem? Azért van pörgés. Itt mi van? Ja, ott van az, az a kutrica. Ezt meg akkor bevizem. Egyébként, ez még van cucc, egész jó. Egész jó állunk most. Jó sokat felpakoltunk mondjuk utoljára. Kicsi csálé, nálnap ide-oda és paniszba. Megtöltjük a vetőket, azt akkor nem lesz rá gond később. Ja, meg a vetőket azt a boltnál töltöttük utoljára, ugye? Azért is változott itt a dolog. Közben kihozhatom a kombájnokat, kilogisztikázhatom őket, látjátok? Azért jó, hogyha ugye van gépi munkás, és nem csit, az egyáltalán nem csit. Figyeljetek, a három gépre föl is rakhatnám a vetőt. Szépen sorba be is állíthatnám őket, ahogy kell. Megnézzük egyébként, hogy nincsenek-e üzemanyag problémánk. Megjavítjuk őket, hogy gyorsan addig meg tudjuk csinálni. Annyit nézzünk. A gyomírtó, és az MTZ az mi van bele? Már itt látom megállt. Őha! Kicsit barnak bajok az MTZ-be. Úgy gondolta, hogy jót tesz a műtrágyának, egy kicsit összecsobósítsuk. Ez a fordulás nem jött össze testvérem az úrba. Oké, mennyi barátom? Egyébként ezt mindig el kell indítani, ezt utána hajlandó csak menni. Oké, csapjad neki barátom, jól van. Nincs is semmi baj, kicsit elkeveredté. Hát a Steiger, amire vég az arra, legalább megcsináljuk az ilyen feladatokat. Meg kéne javítani a gépeket, azokat, amiket használunk leginkább. Meg át is nézhetnénk igazából, hogy mi az, ami nincs megjavítva. Ezeket úgyis muszáj előbb-utóbb megcsinálni. De jó. Egyébként azt néztem, hogy a laptopnak a kijelzőjén is megjelenik, ha éppen valamire ügyeskedsz. Figyeljetek, javítgatunk egy kicsit, megtöltjük a vetőket, előre készülünk, jó? Szerintem egy tök jó dolog. Kicsit pénzre kerül ez is, de hát nem szabad elhanyagolni az ilyen dolgokat. Ezzel mi van? A gépeket is megjavítjuk. A vetők azok valószínűleg még elég jó állapotban lehetnek. Nem baj, megjavítjuk, ugye annál gyorsabban tudsz vele dolgozni. Másik vető. Olyan közel kell állni ehhez. Ez lehet, hogy rossz vetőt mutat. Hogy ez még mindig maximálisan van. Lehet, hogy az nem túl sokat ment. Nézzük a gépeket. Na! Oké. Ja, és az FSH Mondigo srác írta, hogy az, amit néztem először, ott azon a mapon, vagy ott azon a állattelepen, egy ilyen fedett rész, az ilyen fedett műhely, és elvileg ott tudom javítani a gépeket, hogyha akarnám. Nézzük meg ezeket is, a donokat. Ja. Hát a klassz az még biztos, hogy nem. Nincs szól állapotban. Majd megnézzük a vágóasztalokat is. Most egyelőre más nem nézünk. Meg oda nézzetek, az ifa nagyon túl van terhelve. A vágóasztalokat lehet, hogy majd a kifele mennet akkor meglessük. Ezt ide visszarakom. Meg kéne tölteni a vetőket. Meg ugye el is kellene már itt úgymond indítani. Nézzük, a rába az szépen csinálja a dolgot. A rában nincsen véletlenül tempomot beállítva, mert olyan lassan csinálja. Nem, hát ez ennyi. De miért ennyi? Ez ennyi, ilyen gyorsan lehet gondolom használni. Hiába is raknám másik gépre, nem baj. Egyébként nézzük meg akkor a gyomosodást. Igen, jó van, ez szépen meg lesz csinálva. Nincs semmi baj, gyerekek, ez eddig tart.
Majd esetleg veszünk másik nagyobb gépeket. Na, akkor addig bőven ugye meg tudsz olyan dolgokat csinálni, hogy mindenképpen időd venne el, hogyha nem kezdeném el ezt a dolgot. Okay. És akkor a töltés. És valószínűleg, hogy nyomunk még egy babost. Valószínűleg nyomunk még egy babost. Hogy egy kis pénzkeresési dolog legyen. Oké, okay. És ezeket akkor úgy állítom be, hogy már ugyan ide-vissza, csak ugye legyen rajta traktor. Mert másra most egyelőre a traktorokat úgyse fogom használni, érted? Úgyhogy ezek így már be lesznek állítva, indulásra készen a vetőkkel. Megtöltve, megjavítva, minden, minden tökéletes. Minden tökéletesen. Megtöltjük a következőt is. És gyakorlatilag, amikor az aratás olyan stádiumba lép, akkor lehet már kivinni őket ki a... És akkor ugye elég gyorsan, úgy, elég gyorsan tudod keresni a pénzt. Valószínűleg el kell mennünk műtrágyáért meg minden éve. El is fogyott a műtrágyánk? Vagy ott a másik oldalban még? Nem, elfogyott. Jó. Hát talán elég lesz egyébként. Az utolsó az meg majd, hogy nem tele van, ha jól emlékeztem, mármint a vető. A műtrágyánk az elfogyott. Van egyébként a... Jó, az is megvan. Van egyébként a boltnál, ám, belőle. Meg hát ezen veszünk, mert van pénzünk rá. Nézzük, hogy van a 19%-omban. Várja, a vizet meg kéne nézni, hogy nem trágyázta le teljesen ma. Jó, erre ráváltunk. Látjátok, milyen jó időzítéssel jövünk. Oké, okay, átvesszük. Itt keresztbe lehúzom, mert itt volt valami probléma látni is. Ugye itt a köveknél nem, itt a követ nem nagyon szeretik a gépek. Ebbe azért belebonyolódnak. Pont ki is fogyott. Mármint, hogy 14%-ban pont elég is lett. Viszont műtrágya az kell majd mindenképp. Oké. Okay. És elvileg tök jó, meg le van műtrágyázva. Ugye a gyomírtás az végződik. Sajnos még egy, egyébként még egy ilyen, minek nevezik, még egy permethezőt vertnék, és akkor földkét végén indulva ugye, az már is egy kicsit gyorsabb folyamat lenne. Azon nagyon gondolkozok most, mert amire tényleg ez a Steiger megcsinálja, arra lemegy a nap. Mert előre kellett volna erről gondolkodni, ugye? Hát igazából kettő darab ilyen műtrágyaszóró, meg kettő darab. Egyébként egy traktort is vetnék rá. Még egy traktort. Csak a kettő csinálná a műtrágyaszórást, kettő csinálná a permetezést. Mert a permetezés most ez nagyon megakasztja. Látjátok gyerekek, most meg a permetezés a legkisebb keresztmetszet, leglassabb folyamat. Ja, gyerekek, még egy kirovetszet el kell indítanom. Hát, ja, lehet, hogy az lesz, gyerekek, hogy egy még egy permetezőt hozunk. Mindjárt várjátok, már ki is találtam akkor, hogy az hogy lesz. MTZ, visszaállítás, igen, oké. Okay. P. Növényvédelem, nézzük. Volt valami jó széles, ugye, jó széles. Ő az? Ő van nekünk egy garázsban, ugye? Várjál. Jó, most megnézem, hogy melyik. Ez 15 méteres. Nézzünk valami, nincsen valami nagyobb. 8 méter, 15 méter. Hát akkor jó lesz ez. Meg akkor veszünk egy nyomírtót. Itt a bótnál. És akkor minden ott van, már hozom is. Mi van? Nem állította vissza az MTZ-t. Nem állította vissza, mert... Benne ültünk, ugye? Jó gondolom. Mi a f... What the fuck? Minden ott van a bótnál, az a baj, vagy mi? Te bazd, a kirovetszet állította vissza a hülye. Na mindegy, beviszem bele, semmi gond. LOL! P!
Piros, piros, mi? De nem, hallod, komolyan nem a izét választottam ki? Komolyan nem a, nem a az MTZ-t? Visszaállítottam a kirohetszet? Megörülök. Ilyen ugye nem lehetek. Na mindegy, gyorsan visszaérünk ám, semmi gond gyerekek. A gyomírtó 28%-on van. Mármint a másik. Ez a gyorsan ledörgölök. 38, bírja ez, bírja. Ja, mindenképp kell még egy ilyet, meg még egy műtrágyaszóró is kell, azt a kettő géppel, akkor sokkal gyorsabb ezeket a feladatokat megcsinálni. Most ugye ezek a leginkább, leggyengébb láncszemek az egész folyamatban. Megfigyeljetek, sokkal gyorsabban kultiválunk és betűk, mint gyomírtózunk. Ez egy nagyon-nagyon lassú dolog most. És ez nem jó. Egyébként ennyi erővel ezt is elindíthatnám, de nem ezt akarom elindítani. Már csak azért, mert az valószínűleg többet is eszik. Meg erre mindjárt szükség lesz, befogom mindjárt az elé. Mindjárt befogjuk a utolsó vető elé. Csak akkor ez induljon ellen a permetezés az erre. Fó, szedd át! A francba egyébként hagytam futni a háttérbe dolgokat, lehet, hogy ez nem tett jót neki. Na hol van az MTZ-ünk? Ja, nem tett jót neki az FPS dolgok, nem? Gyerekek, azért tök jó, csináljuk a logisztikát most szerintem, meg tök jó haladunk, én úgy érzem. Ne, ezt elviszem a másik végére, azt csinálja a köred is. Tök jó lesz, ha kettő dolgozik. Meg a másikat úgyis mindjárt meg kell tölteni, viszont a gyomírtó az rettenetesen lassan fogy, az egy jó dolog. Oké, gyerekek. Tök jó ez az út, van egy ilyen szervizitom, ami lehet itt közlekedni. A föld egyik végéből a másikba. Ez egy tök jó ez a telep, így körül öleli ezt az egészet, meg ugye mellette mindenképp állattartással akarok foglalkozni. Én szeretném a marhákat elkezdeni. Igaz, hogy írtátok, hogy nagyon szívás lesz, de mindenképpen abban szeretnék így belefogni, meg szerintem így jóval érdekesebbé teszi a sorozatot is. Csinálod? De miért? Why? Ja, mert itt le van, ja, itt a széle le van húzva, ó, bocsánat. Azért mondom, miért nem akarja csinálni? Hát azért, mert ugye a szélét már megcsináltuk. Itt már mehet, barátom. Mi jó? Nyomjad neki, testvérem. A másikba át kéne ugrani, hol vagy? Jó, ez kávé visszaér, akkor megtöltjük. Kávé az ifa, nem az ifa az benne a telepen, akkor annyit kell csinálni, hogy ifát gyorsan kihozni. Abban a vetőben úgyis az majdnem fullon van, az elég is egyelőre, ki kihozzuk az ifát. Elé megyünk ugye a Steigernek. Hát baza, erre a kettő földre kell legyen, kell az a kettő gép. Mármint ez a kettő permetező. Úristen, nagyon nagy pénzek lejönnek szerintem a babból ekkora földön már, mert ez azért nem kicsi. Ez ugye hány darab? Ez három föld van össze munkával? Három? 11-es, 10-es, 9-es. Úristen, hogy bazd, tényleg már itt tartunk. Mindig meglepődök rajta. Ugye milyen pár héttel ezelőtt, vagy nem is tudom, tényleg pár héttel ezelőtt az ember azon agyalt itt, hogy milyen jó lesz majd ekkor meg akkor, azt közben még ma ott tartunk. Jó, az MTZ-se viszi gyorsabban mi? 14-je, az mi van gyorsabban viszi? Ez a Steiger, ez miért viszi ilyen olyat lassra ezt? Az 14-jel az MTZ fut bele, hallod? Ez nem mindegy áll. Azért most egy 30%-kal gyorsabban megy, akkor már egy harmadával, akkor olyan, mint hogyha mikor még két harmadán tartana, már végezne, hogyha gyorsabb lenne. Úgyhogy ez egy kicsit érdekes. Mindjárt ezt megtölti a Keeper. Úgyhogy, ja. De egyébként ez a Steiger valószínű, hogy meg kell tartanunk, mivel valamivel cigálnunk kell mondjuk azt a nagy hamster, de lehet, hogy vennék még valami érdekes gépet. Valami kisebbbe gondolkoznék. Na, jó, is fogyott. Vissza kell raknunk. Hol van? Voltunk valahol így.
Mehetsz, fő testvére, mehetsz. Kb. Jól indítottam, ugye? Aha, jó. Nem jól? Épp, hogy van egy csík. Jó, van, ott rohadjál meg. Van egy... Nem, most már nincs csík, jó? De van... É, hát ez... Van vagy nincsen, nem tudom. Itt van ugye a mellette lévő. Jó, van, nem számít. Várjál. Ez így mutatja elvileg, hogy hány százalék. Nyom, 9%. Jó, oké, semmi gond. Akkor végezzenek ezzel a munkával. Mi nekünk még van dolgunk ám itt. Például az, hogy ezt a kirovecet föl kellene pattintani az utolsó vetőre. Cserekek, komolyan mondom, mi van itt. Van, azért nagyon ott vagyunk a topa. Látod, ez majdnem fullon van. Oké, ezt meg is állíthatjuk. Három vető gyakorlatilag harcra kész. Egyelőre nem hozzuk ki, meg, ki mert útban lennének. Kihozzuk viszont a három darab kombányt. Nagyon tuti. Kihozzuk a klassz. Megállt. Ez valószínű, hogy keresztbe megküldjük majd. Így. Oda-vissza menjen le. Ezt ide is rakhatom, mert ide, úgy már ugye nem lesz munka. Okay. Meg akkor kihozzuk a kettő tonocskát. Amit elvisztük az egyiket az egyik végére, a másikat középre, és azok meg lefele-fölfele fognak menni. Jó van, oké, okay, gyerekek, tök jó lesz ez. Érzi a keeper, hogy ennek jónak kell lennie. Olyan helyre kellene raknom, ahol már végeztek a permetezéssel. Elvisszük ezt a túloldalra. Érdekes egyébként, ez a, ja, ez a don ez ilyen nagyon olcsó volt. Aztán ez eléggé érdekes. Megnézem a vágóasztalt, hogy mennyire van szar állapotban. Bőven van annyi időnk, ugye? Javítsuk meg. Oké, gyerekek, minden fullos állapotban ez gyorsan fogunk aratni. Mennyi idő van, gyerekek? Ó! Jaj, a francba. Ez a tábla, ez mindig szivat. Ez a tábla mindig szivat. Várj, ez miért ezen az oldalon van? Ez miért nem a jobb oldalon van az a tábla? Nem a jobb oldalon kéne, nem bal oldalon kell lenni. Lol. De tényleg. Most ez nem kötekedés, de általában itt ez pont fordítva van a forgalomnak. Na mindegy. Oké. Izé, másik oldalon mész, akkor is látod. Vagy ki, nincs kiragva a videkét, hogy lenne kiragva? Mindig a... Neked jobb oldalon kell lenni a tábláknak. Hát azon az oldalon közlekedsz, tik. Angliában vannak ugye fordítva, meg Ausztráliában, meg a többi ilyen helyen. Na, ugye ezek meg mennek fölfele, amire visszaérnek, arra valószínűleg a Klassz Dominátor lehúzza keresztbe. Azért ugye nyugodtan mehet föl. Így, most végre nem lesz szalmánk, nem kell az a vinkódi, hanem egyből pénztermelés lesz, srácok. Jó, akkor. Kellene még egy kombány. Ez az ifa meg nem tudom, nem lesz útba, de mi van? A rohadt életbe! Visszajött másik oldalon, ugye volt egy csik, azt gondolta, ő nem fogja úgy hagyni. Nézzünk rá. Visszajött azon az oldalon, ugye csikot eltüntetni. Mert rosszul indítottam meg, úgyhogy ez valamilyen szinten az égügyeségem volt. Oké. Mit akartunk? Az ifát. Jó, nincsen az útban az ifa. Ki kéne hozni még egy kombányt. Megjavítjuk a vágóasztalát. Ő gyerekek, nagyon készülünk meg, nagyon, nagyon logisztika téma van mi. Egyébként ezzel tök sok időt nyersz, ugye, hogy nem amikor már szükség van rájuk, akkor viszed ki, hanem ugye előre tudod ezeket így előre tudsz tervezni. Ki tudjuk vinni a teherautókat is, bár szerintem most a Commons elég, mert ez ugye nem olyan nagy hozamot fog produkálni, bár ugye három darab kombány lesz, most már annyit kellene látni. Jó, nem baj, kivisszük őket akkor. Ezt berakjuk kb. A közepére. Szépen elosztjuk őket.
Ugye a klassz meg oda-vissza visszaér, akkor úgyis az lesz, hogy ő is megindul itt a szélén fölfele. Na, hát kb. Hol a közepe? Mondjuk azt sem tudom, merre fog elindulni, de no probléma. Jó, végezzenek már az a gyomírtással. Jó, már csak ennyi van. Megnézzük ezt a... Itt elég necces a fordulás. Meg tudod csinálni, testvérem? Várjátok, árveszem tőle egy kicsit, hogy fordulások pörögjenek fel egy kicsit, meg itt ezt lehet, hogy lehúzza a keeper. Eléggé szar. Egyébként ezt nem tudom, mi a szar van ezzel a géppel. Ez rossz a perm... Lehet, hogy a permetező szar mi. Azért nem néztem meg, mindjárt ránézek a permetezőre. Elképzelhető, hogy a permetező szar. Elképzelhető, hogy az szar. Aztán azért van itt ez a őrület, amit művel. Ó, azt meg sem néztem, az lesz a rossz, tuti. Tuti, gyerekek. Na, itt akkor meg mer vissza. Legalább a vége meg lett. Amit úgyis elhagytak volna. Mert barátom, nyomjad neki. Okay. Az MTZ-re lehet, hogy rá kell nézni, mert az meg lehet, hogy bevágódott. Igen, gondoltam. Egyébként ide, ezeket így költök figyelni kell rá, tudnod kell, hogy na most itt ez lesz, fordulás probléma, most itt ez a baj, most itt az a baj. Hát ezekre figyelsz, aztán akkor igazából nincs gond, de ja, ezeket így ki lehetne küszöbölni azzal, hogy a földeket valahogy úgy csinálom meg, hogy frankó legyen. Azért, nem mennyi még? Én akarok? Megcsinálom itt megint a szélét, aztán utána megindítom. Jó, és akkor lassan össze is érnek, én úgy gondolom. Ezt a sarkot meg akarom csinálni, mert itt bemaradt egy sarok, és ezt is így hagyják. Jó, legyen, minden legyen tökéletes. Mert ugye akkor tudod megnézni, hogy mekkora hozamot produkálsz, hogyha frankon megcsinálod. Na, hol van itt még? Itt van. Tök jó, a föld elszíneződésével azért látni, hogy mi a szitu. Úgy, ne, mehetsz le, az visszajön, gyakorlatilag összeérnek most már szerintem. Kétszer trágyázott nulla gyomosodás, ekkora böszmel a terület. Ja, izére akartam ránézni. Erre ráugratunk, kiszállok, és akkor megnézem ezt a... Kondíció 1%, hát csoda, hogy nem működik a csem. Júj! Kondíció 1% ez a permetező, gyerekek. Azt nem felejtsük el megjavítani. Hát ja, akkor ez volt a probléma. Na nézzük. Ez visszafele megy. Szerintem ezek így össze is fognak nem fognak összeérni. Úgyhogy akkor valamelyik az még fog jönni. Jó, hát 10 tudja csak vinni. Én meg itt a nézőt a Stelgert cseszegetem, mi? Jó. 53 000 pénzünk van, nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi fog kijönni. Mindjárt pörgetem az időt, növjön meg, aztán aratunk, mint az őrület. Megnézem a tyúkoknál mennyi kaja van. Ujj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 . Egyébként a tyúkoknak vihetnék ki kaját, amíg itt végeznek, bár most már nagyon időm nem lesz rá. Jó, hát egy csomó mindent belogisztikáztunk, meg kilogisztikáztunk, szóval nincsen gond. Jó, hát a... Mennyi ízai van itt? Mennyi anyag? Mennyi maradt benne? Tyúkoknak majd... Figyeljetek, mindenképpen rakok a platóra. Aztán akkor, hogyha kell, akkor tudok vinni az aktuális tyúkolba. 17 000 liter. Jó. Megnézem, melyikben van legkevesebb. De 7 000, 7 000, 6 000, 13 000, 8 000. 6 000-esbe vigyünk. Hely megjelölések. Térkép. Elvileg mögöttem van. És az innen cső. Aha, jaj de jó. Tökéletes. Akkor viszünk ide. De valahogy egyébként tök jó lenne elosztani, hogy minden egyébben egyformán legyen. Mindegy, ezt beburítom ide, vagy na. Nincs, nem is burítsunk be ebből. Fel itt? Ugye beburítom egy felét, ebbe is beburítom egy felét.
Aztán már is, akkor kettő kire van lőve. Na gyerekek, mindjárt jobban állunk. Ugye mindjárt 10.000 liter lett abba, meg mindjárt megint valamelyikbe 10.000 liter lesz. Sőt, én mindig ebbe burítom, szerintem ebbe van 15.000 liter. Na hiszed? Nem. De, már 17.000 ebben. A fős, ebben nem borítsam a gyerekek egy dekát sem, mert már ebben van, az annyi van. Ezek a tikkok, ezek marha jól ének. Jó, mindjárt gyobírtós megnézzük. Ez közbe töltődjön. Szóval legyünk kis gyerekek, aratunk mint az őrület a... Jó, ez töltődjön. Nézzük a nyomírtást, hogyan állunk. Ezek össze is akadtak lehet. Jó. Szerintem végeztünk, ugye? Konkrétan. Térképre nálsandítunk. Gyomosodás 0, oké. Okay. Akkor mehet is az időpörgetés, Solidar, amíg leviszem ezt a két gépet. Na. Csak Solidar, nyugodtan levisszük ezt a két gépet. Meg kell javítani mindenképp. A gyóírtom elfogyott. A következő, ja, következő aratásra, vagy vetésre, egy zifát meg kell tölteni, még durvábban. Lehet, hogy majd meg kell nézni, hogy valami komolyabb gépet nem tudnánk az ifa helyet venni. Mondjuk egész jól ellátja a feladatát, csak már ugye... Á, jó ellátja, az ifával nincsen gond. Jó, nincs semmi gond, gyerekek. Nem bántom az ifát. Jó, ez az ifa, ez tök jó. Ez a hosszú platós, ez nekem frankon működik. Nincs mivel tölteni, ugye? Szépen beviszi a képet. Közben pörög az idő, most már tényleg annyit kell csinálnunk, hogy learatunk. Mennyi idő van, gyerekek? Júj! Egész jó meg sikerült. Az aratásig el akartam jutni ebben a részben, addig bőven jutottunk, meg jutunk. Ja. Tök jó. Ott állnak már készen, már vetésre készen a gépek, ilyen dugogattak. Imádom. És amint megvettük, extrém építkezésbe fogok kezdeni, amint megvettük a mellettünk lévő területet, amit valószínűleg meg fog történni egyébként. Jó, hát ez is Tiger maradjon itt. Na, mondja neki. Egyébként a Tiger, a Steyert, azt nagyon előszeretettel keverik sokan, akik annyira nincsenek benne ugye ebbe a mezőgazdaságban, például ugye Rába Steyer az milyen licenszet vett meg. Én már hallottam nem egy helyről azt, hogy a Steyer nevű cégtől vett meg licencet, és azért Rába Steyer, aztán nem Steyer, hanem Steyer, ugye amerikai cég. Jaj, csodálatos. Egyébként azért ez nem kicsi elved a föld, gyerekek. Ezt most halálkom, olyan mondom, ez nagyon beteg jó. Imádom. Azért fejlődés az megvan. Ott kezdtük, azon a pici föld, azon a... annak a... Valami mindjárt átmegyek most, amíg nő itt a dolog, mindjárt megnézzük, hát ez brutális. Nem javítottam meg egyébként, tudom a permetezőt, majd megfogjuk. És lehet, hogy ott izét érdemes lett volna megmenni a 15 méteres vetőket. És meg is eredt az eső, jó volt, nem baj. Sokan egyébként mondják, hogy adjam el a izét, a MTZ-t, de egyelőre még ez nem lesz eladva, tök jó. Na srácok, ugye hol kezdtük? Nézzük már meg. Itt kezdtük, ugye be volt kerítve, meg még ráadásul, azt hiszem, hogy valami... Csak az a baj, hogy nem tudom meg, nézzük meg fölülről, most nagyon érdekel ez a dolog. Hogy hol kezdtük? Csak pont izé lesz, pont éjszaka lesz. Itt kezdtük, ugye eddig, hogy körülbelül ház volt, meg ganajkupac, meg minden, így eddig. És itt ennek a földnek, ez a pici részén szedtük kézzel a krumplit. Most meg... Azért az na. Na jó, van reggelig mindenki pörgetni fogunk, úgyhogy... Lehet, hogy bele is lendülök. Yeah. Hát esik is az eső mindenképpen. Jaj, de jó napsütéses időt mondanak. Itt egy reggel 8-ig. Ingatlan költségek már 410 euró, vagyok az... Na, ez szinte semmi. 3, reggel 8, reggel 9-ig, mert utálom a izét. Amikor nincs normálisan fény. Ez nem a mi földünk, ne ijedjetek meg. Jó, 9 óra, aztán megnézzük, hogy beérett, de lehet, hogy még abszolút nem is.
még növekedik. Jó, jöre! Mindig szójabab. Nézzük meg, mert ugye itt érdemesen megnézni a növekedési stádiumokat. Még növekedik, szóval még nincs beteg. Ott meg még egy kicsit, még kevésbé növekedik. Na, várjátok, egy kis pörgetés mondjuk egy délig. Dél lesz nem sokára. Jó, egy picit várok, mert ugye néha így pörgetés után ugye átugrik. Srácok! Na, erre kíváncsi leszünk. Mennyi pénzt fogunk. Jó, de nézzé, erre beszéltem egyébként, hogy kicsit néha kell várni. Várjátok, megnézem arra is. Mindenhol beérett? Mindenhol beérett. Akkor vehetünk neki, gyerekek. Na, rohadt kíváncsi vagyok, mennyi fog lejönni belőle. Aratószerkezetet ezt nyissuk ki. Itt okosba a keeper-e megkezdi a dolgokat. Egyébként ez a klassz kombány, ez csinos, nem? Csinos keres. Jó, induljon el. Egész nyugodtan csinálja. Akkor a donocskákat is indítja a keeper. Induljunk előre egy kicsit. Na. Jaj, ne! Hülye volt a keeper, ha? Ilyen volt a keeper, gyorsan ki kell hozni, hát benne a bozzabb az ebbe a szarba. Ezt észre sem vettem. Biztos írtátok, hogy hülye vagy keeper! Benne búza! Tudja írtátok. Gyorsan kiürítjük. Azt a betyár! Nem... Ó, ez a tábla, és annyira nem veszed észre, hallod? És tök nem jó helyen van, most komolyan. Másik oldalon kell lennie. Hallod, ennek a támlának ez így össze lenne számolva szerintem a sorozatban, hogy hányszor megyek neki. Én horribilis mennyiségén neki. Na, oda meg kiköpte az almát. Ne, most meg ugyanebbe beugrott. Megint jó. Esetleg. Be. Ej, a búza várja, másik is ez ilyen problémás. Hagyott egy csíkot. Nem baj, semmi gond. Na. Ürítsük, azt menjen, nem baj egyébként, legalább így kezdjünk. Jaj, de milyen szép tisztára le van vágva. Na, ezt ma szereti a képet. Oké, nézzük a következőt, fogadjunk abba is benne, hogy a ki búzát. Behal. Úgyhogy akkor lehet hozni az ifát ide. Nem azt az ifát, ezt az ifát. Jaj. Ide meg ide csapott egy kupóc izét. Szómat. Itt meg ez a föld, amelyiket vettük utoljára, ez úgy látom, hogy egy kicsit tovább lóg, látod? Klassz dominátor! Na srácok, ürítési metodus lesz. Nyerünk, indulj meg! Kihagyta itt ezt a szerkezetet, komolyan mondom. Nagyon örülök neked. Ki volt az? Ki volt az? Na, a klassz dominátor hülyeséget csinál. Igen, mert ugye itt bele van vágva. Vissza akar fordulni. Menjél tovább, barátom, légy szíves. A gyerekek vannak, vajok. Na. És a következő rész meg sorskártyás lesz. Na, menjél. Jó. Közben, ezeket ennyit menedzselni már, azért már nem egyszerű. Már te futom a túloldalára, különben. Jó, ki is ürítettél? Oké. Oké, van jó asztal. Oké. Oké. Márja, egy kicsit inkább behúzom balra, hogy nehogy vehetne ott hagyjon egy sor. Inkább menjen kétszer. Jók vagyunk, gyerekek. Nézzük meg a klassz dominátort. Oké, semmi gond. Ettől át is veszem, és akkor is megy fölfelé, az lesz. És megy fölfelé.
És már 40%-on van, 3000 liternyi, már benne van. Yeah! Oké, gyerekek, figyeljetek, az a szituáció, hogy én el is búcsúzom, és a következő részben várlak benneteket. Ó, azért ez nem néz ki rosszul, azért ez nem néz ki. Még milyen gyorsan rohan? Tök jó. Na, köszönöm szépen a figyelmet, a következő részben várlak benneteket 1000-rel. Fú, ez mint hogyha gyorsabban aratna, mint a Don, nem? A Don mennyivel? De az csak 10-zel, ha? Azért 5-tel többen aratt, ez gyakorlatilag akkor ugye egy kombájnál olyan, mint hogyha másfél kombájn sebességével mész, két kombájnál meg olyan, mint hogyha már plusz egy kombájnod lenne, ugye az nagyon nagy mindegy azért a sebesség. Na tényleg elbúcsúzom, mert aztán nagyon hosszú lett a gameplay, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi!